Harcosan meg is szerezte. Kincses. Julio lép vele vissza, megpróbálja lerántani Kincses, megfogják egymás kezét, jön a beadás, ott a gólhelyzet, gyönyörű gól! Vezet a Vasas 1-0 hazaiaknak, Kenesei Krisztián. Erről beszéltél, Berci? Igen, földön volt nála labda, és a két középső védő volt a legközelebb. Nem volt idejük közbeavatkozni. Gyönyörűen csinálta Kenesei, ugye ketten voltak ott bent a Vasasból, a 16-oson belül, talán még egy tized másodpercig éreztem is némi zavart, hogy most akkor kinek kihagyja a helyzetet, hogy most te rúgjad, én rúgjam, aztán végül is Kenesei megoldotta a dolgot. Gyönyörű szép gólt lőtt Kenesei. Na itt van még egyszer. Itt jön a labda, és így egymásra figyelnek, hogy na mi legyen, hirtelen aztán Kenesei átveszi, és egy félfordulattal. És dicsérhető természetesen Kincses Péter is, aki nem hagyta magát itt lerántani, itt, ahogy beadja a labdát Julio mellett. És Németh Norbert volt, aki nagyon előzékenyen aztán el... Lázok megint. Két fehérvári van előtte. Lázok azonban egy szép csellel elmegy, ellövi még a labdát. Ott van még egy lövés, szépen védett Sebők. Mutatni. Ez volt a 6. perc, Mário Bozsics fejese, amelyet Pintér a gólvonalról rúgott ki. Ez volt a Fehérvár legnagyobb helyzete az első fél időben, itt még egy kameraállásból ugyanez. Igazából a Vasasnál sem tudtunk sok helyzetet kicsemegézni, ez itt Majoros beadása volt. Itt Kincses előrúgták ki a labdát, és aztán amikor elment Kincses, és Kenesei Krisztián egy lefordulásból szerezte meg a vezető gólját a Vasasnak, itt van még egyszer. Itt azért Kincsest is lehet dicsérni természetesen. No, hát ennyi történt az első fél időben. Reméljük, hogy a másodikban azért több fog történni. Szóval a Fehérvár ügyvezetőjével jön a beadás. Németh, ott a gólhelyzet. Úristen, mit hagytak ki a fehérváriak. Véri volt az? Igen. Hát Németh Gábor borzasztó rosszul jött ki a kapujából. Igazából köze nem volt ez a labdához. Véri pedig az üres kapuban nem tudta ezt befejelni. Itt a lassítás, Németh lecövekel, érzi, hogy baj van, és 4 méterről Véri Zsolt a teljesen üres kapu mellé fejel. Julio. Van érkező ember, ott a gól! Horváth Ferenc, hogyha jól láttam. Ő utána futnak a többiek, Horváth Ferenc góljával pont meg akartam várni a szögletet és mondani, hogy érik a gól a Fehérvár részéről. Hát bejött. 1-1. 10 perc telt el a második fél időből, és megvan az egyenlítő gól. Hát úgy tűnik, hogy eltaláltuk a mérkőzés előtt, hogy a két góllövő közti különbség döntheti el a mai meccset. Hát egyelőre a Horváth Feri előnyben van, hiszen ő még a pályán van. Itt van még egyszer a szöglet. Horváth gyakorlatilag besodorta a labdát. Érdekes volt itt a lassítása, minthogyha kézzel ért volna hozzá ehhez a labdához Horváth Ferenc, és azzal sodorta volna be. Hát én Horváth Feriről a magam részéről mindent el tudok képzelni. Minden rosszat is jó. Feltételezünk, közben itt van a válasz, és 2-1 a Vasasnak. Villám gyorsan megjön a válasz Németh Norbert részéről. 2-1, hát nem sokáig örülhetett a Fehérvár. És nem akármilyen gól volt, gyönyörűen emelte át az a futókapuson. Ezek azok a momentumok, amire érdemes volt erre a mérkőzésre, úgy gondolom a szurkolóknak is kilátogatni. Igen, hát kezdhették volna a meccset itt az 55. percben, és akkor mindjárt mindjárt jobb lett volna az egész. Németh Norbert gyönyörűen került helyzetbe, ezzel ugye, hogy maga elé talpalta a labdát tulajdonképpen. Ez volt a váratlan megoldás, erre nem számított senki. Aztán már ugye Horváth befelé húzódott, Sebők fölött pedig elpöccintette a labdát Németh Norbert. Nagyon szépen csinálta. Itt van az a pillanat, amikor hát Horváth Feri behúzza a kezét, de ott a könyökén pattan a labda. Ott van közben az újabb gól! 2-2. Nem baj, hát így a 90. percig visszalassítunk majd mindent, hogyha ennyi gól lesz. Hát ez bizony újabb gól. Hát nagyon jó lett a mérkőzés. Julio, hogyha minden igaz, a gólszerző. Itt van a beadás Nagytól. Jaj, de szép gól volt. Gyönyörű szép megoldás volt. 2-2.
tehát megvan az egyenlítés.